az Electrolux 800 dolgozójának elbocsátásáról szóló bejelentést követően a Közösen Jászberényért Egyesület tagjai hirdettek sajtótájékoztatót. A város életét alapvetően befolyásoló tragédiaként szóltak a cég munkatársainak közel egy harmadát érintő intézkedésről. Ez tragédia, személyes tragédia, családi tragédia, tragédia Jászberénynek, a Jászberény közösségének, tragédia a jászberényi költségvetésnek, tragédiái azoknak a beszállítóknak, akikről valószínűleg le fog mondani az Electrolux. Dr. Gedei József hozzátette, az érintettek szempontjából a döntés létbizonytalanságot okoz, a város szempontjából pedig félő, hogy az elbocsátottak egy része elhagyja Jászberényt. Úgy vélte, a városnak át kell gondolni a költségvetését, valamint befektetési és gazdaságpolitikáját. Hozzátette, az elkövetkezőkben választ kell találni arra, hogy az elbocsátásokkal egy időben bejelentett beruházás miért Nyíregyházán és miért nem Jászberényben valósul meg. Szerinte Jászberény nem teremtett megfelelő befektetési környezetet a vállalkozások számára. A Közösen Jászberényért Egyesület javaslata szerint ott kell folytatni a területek fejlesztését, ahol a korábbi városvezetés azt 2008-ban abba hagyta. A képzésre, az oktatásra, a kutatásfejlesztésre kell a hangsúlyt helyezni, tette hozzá. Akár egy országos, de akár egy helyi tárgyalás, egyeztetés sorozattal megelőzhető, vagy legalábbis lassítható lett volna, vagy legalábbis kevesebb mértékben érintette volna a város lakosságát, a város vezetését és nyilván a dolgozók többségét. Tehát elsősorban azt gondolom, hogy egyeztetnie kellett volna a város vezetésének arról, hogy hogyan tovább. A polgármester jelölt szerint az érintett céggel, illetve a város stratégiai partnereivel közösen gondolkodva lehet meghozni a megfelelő lépéseket a hasonló helyzetek elkerülésére. Budai Lóránt szerint mindez eddig elmaradt, de szükség volna rá, mert enélkül nem lesz előrelépés. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az innováció, a kutatásfejlesztés támogatása szerepel ugyan a városi programokban, de szerintük nem történt érdemi lépés ezen a területen. Mindezek előtt azonban át kell tekinteni, hogy Jászberény költségvetésére milyen hatással lesz a gyárbezárásból következő adóbevétel kiesés. Fogalmaztak a Közösen Jászberényért Egyesület sajtótájékoztatóján.